Értéket adunk az időnek. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a kerekasztal beszélgetést, akkor elkezdjük. Bemutatnám a kerekasztal résztvevőit. Kálai Ernő, Rövid Márton, Kis Úrik és a beszélgetést moderálja Antal István. A kerekasztal beszélgetés címe Polgári Mozgalmak Lehetőségei Magyarországon címet kapta. Délelőtt elhangzott több beszélgetés, és abban maradtunk, hogy igazából párhuzamot az amerikai polgári mozgalmak és a magyarországi kezdeményezések között nagyon nehezen, vagy nem lehet húzni. Kérdem ilyen beszélgető partnereinktől, hogy önök, ti mennyiben értetek egyet? Ernő, hozzád szólok először, hogy látod te ezt az amerikai kezdeményezések és a magyarországi roma kezdeményezések között? Technikájában, történelmében van-e hasonlóság, alkalmazható-e az a módszer, ami Amerikában bevált Magyarországra? Nyilván vannak hasonlóságok is, lehetnek hasonlóságok is, vannak különbségek is. Tehát nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy elvetendő minden egyes ötlet, ami mondjuk az Egyesült Államokból származik, de azt sem lehet mondani, hogy megfeleltethető egy az egyben ebben a történetben. Azt gondolom, és nyilván ezt nem most itt rögtön az elején kell, de majd lehet találni olyan elemeket, amelyek esetleg hasznosíthatók az ottani tapasztalatokban itt is. Talán még egy mondatban csak bemutatkozik, mert szerintem sokan nem ismernek itt, tehát én legbüszkébb arra vagyok most itt, hogy itt tanítok-e a bevezetés a társadalom ismerve, vagy olyan hasonló tárgyat itt a kollégiumban. Másodszorban szerintem azért is vagyok itt, mert nemrég fejeztem be a doktori kutatásomat a Közép-Európai Egyetemen, ami politika elmélettel foglalkozott, de egy rombos... Azt mondják, hogy nem lehet hallani, mutogatják a fülüket. Hangosabban, oké. Okay. Tehát, hogy itt tanítok, kutatok, és a harmadik talán sapkám az az, hogy a roma integráció évtized titkárságán dolgozom, tehát valamennyire a gyakorlati részébe is belefolyok ezeknek a kérdéseknek, nemzetközi, ez egy nemzetközi program. És hogy István kérdésére válaszoljak, én úgy látom, hogy vannak hasonlóságok és relevanciák, és szerintem mind az Egyesült Államokban, mind Magyarországon az egyenlőség különböző formáiért folynak a küzdelmek. És így az első körben azt mondanám, hogy ami ugye az Egyesült Államokban a jogi egyenlőség sem volt meg, tehát nem azonos jogokkal és kötelességekkel rendelkeztek az állampolgárok. Ugye ennek tudjuk, hogy több formái is voltak, tehát a politikai polgárjogok, tehát hogy például nem használhattak azonos éttermet, nem mehettek azonos szórakozó helyekre, ugye ezek a jogi egyenlőség nem volt meg, de ami fontos és ami esetünkben szerintem relevánsabb, az a politikai és a társadalmi egyenlőség. Ugye a politikai egyenlőség az azt jelenteni, hogy minden állampolgár azonos súllyal szól bele helyi és nemzeti szintű, vagy akár európai szintű politikai. Szólhat bele. Mert és nem szól bele. Folyamatokban. És a még fontosabb ugye az a társadalmi egyenlőség, ezzel próbálkozunk az órámon is foglalkozni, illetve ez a nagy kérdés. A társadalmi egyenlőség ugye az esélyegyenlőséget jelentene, azt a nemes eszmét, hogy mindenkinek azonos esélye van, hogy például orvossá váljon. És ugye ez a kollégiumnak is ez az egyik fő missziója, hogy egy roma fiatalnak ugyanannyi esélye legyen, hogy orvos legyen, mérnök legyen. És ez az, ami szerintem egy nagyon fontos célkitűzés, ami valószínűleg egy közös célunk itt, és ami releváns volt az Egyesült Államokban és most Magyarországon is. Hát azért most nincs nálam az értelmező szótár se, az etimológiai szótár, de azért talán majd segítenek a kép. Ettől kikerested, hogy mit jelent az analógia? Nem erre vagyok kíváncsi. Na, ugye az nem azonosságot jelent, de még nem is hasonlóságot, hanem az, hogy egy bizonyos gondolati módszer például alkalmazható-e teljesen más helyzetben is, de nem azonos helyzetben, tehát azonosság a szó sincsen, és két dolgot kell megvizsgálni, hogy hasonlít-e valamilyen módon, analóg-e a helyzet, szerintem igen, és hogy ha igen, akkor mi mindig nem következik, ahogy a módszer is beválik. Na most ugye az amerikai probléma, bár a társadalmi diszkrimináció, meg az egyenlőtlenség, stb. Ott is fönnállt, és a tényleg komoly az analógia,
abban különbözött, hogy A. Erősen jogi jellegű volt, tehát például a törvények, akárcsak Dél-Afrikában, tehát volt törvényes diszkrimináció, nálunk ugye nincsen, hát nálunk ugye az egyenlőség ki van mondva, senki nem meri megkérdelezni, ez nem jelenti azt, hogy gyakorlatilag is megvalósul. A másik nagy különbség, hogy azért Amerikában, a szabadság hazájában, ugye állította, hallgattam a konzulasszonyt, de azért az alapító atyák rabszolgatartók voltak, szinte kivétel nélkül, tehát a birtokaikon, ültetvényeiken rabszolgák dolgoztak, és nem láttak semmiféle ellentmondás a szabadság meg rabszolgatartás között. Most itt Európában, például Romániában cigányok rabszolgák voltak, Magyarországon nem. Amikor bevándorolt, a király privilégiumot kaptak, mit a szászok, vagy a székelyek, vagy a kunok, stb. Nem azt, hogy azonos, ez még csak analógia, tehát ezért a helyzet nem ugyanaz. Mégis rengeteget lehet tanulni, például lélektanilag hasonlít a helyzet mind a kisebbségi, mind a többségi oldalon. Tehát a többségi oldalon ott is úgy volt, hogy volt egy liberálisnak mondták, demokraták, Kennedy család, stb., akiknek természetes volt, hogy kiállnak, hogy ennek az igazságtalanságnak ez föl kell számolni. És nagyon különböző ideológiai gyökere van, aki azért, mert katolikus volt, van, aki azért, mert szabadkőves volt. De teljesen más motivumokkal állt oda Martin Luther King, mert aki viszont teljesen keresztény gyökerekkel mondta ezt. Tehát, na most nálunk a keresztény gyökerekkel azért ez az egész mozgalomban nem nagyon lehet beszélni. Tehát ez a keresztény roma szakkollégiumi házat, ami teljesen új, bizarr színfolt a magyar közéletben. Micsoda keresztény, mit foglalkozom? Már ide is betolakodtak meg ez a... Benyomultak ez a szakkifejezés, népszavazás egyebek. Tehát azt gondolom, hogy két apró pontra szeretnék visszatérni. És akkor az első az, hogy sokszor esett itt a büszkeségről. Egy mozgalom rengeteget tehet akkor is, hogy semmilyen jogszabály nem változik, hogy visszaadja az embernek az önbiztosságát. Mm-hmm. Azt hiszem, hogy Martin Luther King beszélde elsősorban ezt tette. Hogy ezután csatlakozott a politikai akció, az egy gyümölcs volt, de nem az elsőleges. Visszaadta az embernek, azt mondta, hogy hát értelmezte az amerikai alkotmányt. Rá vonatkoztatta a jelenlevők. Egyébként ott megnézitek a filmet, a tömegben a feketék és fejlek szinte egy számba voltak. Büszkeség. Ne vegyétek rossz néven egy viccel. Nem elütöm a dolgot, hanem megvilágítom szerintem. Az iskolában, hati korszak, föl kell állni a gyereknek és mondani, milyen vallás. Én mondja, romkat, ág ev, mármint ágot, hogy evangélikus, ref, mármint református, és akkor Moritz, hogy zsid. Moritzka, te zsidó vagy? Igen, és büszke vagyok rá. Hát mi vagy rá büszke? Mert ha nem lennék rá büszke, akkor sem lennék. Tehát az első legnyomósabb ok, hogy van egy állapotod, amit nem te kerestél, hát ez a minimum, hogy büszke vagy rá, mert azért is vagyok keresztényként, de Isten akarata. Na a másik a rövid távú. Tegnap voltam a Rajk kollégiumban, és akkor utána beszélgettem a Csikán Attilával, és mesélj egy történetet, és utána álltam a szót neked. A rövid távú. Azt mondja, hogy annak idején, mikor arról hogy a Rajk kollégium kiköltözik onnan, ahol volt, és mi beköltözünk helyébe, akkor a jezsuták először nem volt világos koncept, mi legyen, és leült a jezsuták provinciális tárgyalni Csikán Attilával. És akkor mondta a provinciális, hogy hát tudja, hogy el tudnánk képzelni, hogy rövid távon bérbe is adnák maguknak a kollégiumot, tehát nem kell azonnal kikötözni. És kérdezte, hogy mi a rövid táv? Hát mondta, hogy 30-40 év. Azóta a Csikánéknál ez szállék a jegyült a rövid táv. 30-40 év. Mit akar ezzel mondani? Nehogy azt higgyük, hogy ezt 2-4 év alatt meg lehet oldani. Itt a polgárjogi mozgalomnak egy nagyon jó körhatárolható beszéde volt a Martin Luther King beszéde. Ott elmondta azt, hogy van egy álmunk, és felsorolt több dolgot. Akár célokat is lehet emellé tenni. Magyarországon láttok-e emellett olyan célokat, amik akár álmok, akár álmok mellett megvalósítható és kézzelfogható célok lehetnek. És megfogalmazták-e elődeink, vagy ebben dolgozók ezeket a célokat, és tudták adták a közösségeknek?
Ez lenne a kérdésem. Az előbb valahol ott hagytuk abba, hogy vannak nagy különbségek és vannak bizonyos hasonlóságok. A legnagyobb különbség az a társadalmi közegben van. Egészen más a társadalmi közeg Magyarországon, és más volt abban az időben az Egyesült Államokban. Más volt a politikai elit ügyhöz való hozzáállása az Egyesült Államokban, és más Magyarországon az ügyhöz való hozzáállása ebben a kérdésben. Az Egyesült Államokban az akkori afroamerikaiak vagy feketék társadalmi integrációját nem azért kezdték el, mert annyira szerették volna ezeket az embereket, sőt, a mai napig sem feltétlenül ez a legfontosabb cél, hanem egyszerűen felismerték annak a társadalmi szükségszerűségét, hogy egy olyan állam, mint az Egyesült Államok, amelyik világhatalmi pozíciót tölt be, és gazdasági vezető hatalomnak számít, nem engedheti meg magának azt hosszú távon, hogy emberek jelentős csoportja nem csak emberi jogilag, hanem gazdaságilag és más módon is ilyen helyzetben legyen. Mert ez ráfizetéses igazából. Tehát a nagy eszmék mellett ilyen egyszerű, praktikus felismerések indították el ezt a fajta módot. Az, hogy az ottani politikai elit ezt nagyon következetesen támogatta. És nem csak elindította, hanem következetesen végigvitte. Azt gondolom, hogy ez a felismerés Magyarországon még nem következett el. Piszkálgatják ugyan a kérdést, és mindenki szükségességét érzi annak, hogy valamit mondjon, és hogy az elkötelezettségét és az elhivatottságát kinyilvánítsa ezen a területen, amit én nem is vonok kétségbe, mert nyilván mindenkiben benne van ez a nagy lendület és a nagy löttyös indulat, de ez komolyan, következetesen, nem a szavazókra kacsingatva, hanem következetesen végigvéve, ezt még soha senki nem próbálta meg. Tehát ez egy nagyon jelentős különbség. Abban hasonlít a két társadalomnak az állapot akkor és most Magyarországon, hogy a többségi társadalom az nem fogadta ezt nagyon nagy kitörő örömmel. Tehát ahhoz valóban idő kellett, hogy elérjenek oda, hogy az emberek megértsék szintén azt, hogy ez nekük miért lesz majd jó hosszabb távon. Ebben nagyon hasonlít a dolog, és nagyon különbözik az adott közösségeknek az állapota is. Az akkori fekete közösség állapota az Egyesült Államokban, és a mai roma közösség állapota Magyarországon. Rendkívüli módon különbözik, nem csak a jogi helyzet tekintetében, mert bár Magyarországon van egy csomó jogszabály, amely valóban az esélyegyenlőséget és egyéb dolgot deklarálja, de hát én annak a jogszociológiai iskolának vagyok a követője, amelyik azt mondja, hogy annyit ér egy jogszabály, amennyi meg is valósul belőle, tehát amennyi érvényesül belőle, és mivel ebből nem túl sok érvényesül, sok tekintetben olyan, mintha nem is lenne. Tehát hogy hiába tiltjuk a szegregációt egyelőre Magyarországon, de hogyha tudjuk, hogy a roma gyerekeknek 70-80% a szegregált oktatásban vesz részt, és ezt többen meg is kérdőjelezik, hogy ez nem is annyira nagyon rossz, akkor hol van az a következetesség, ami alapján ezt végig szeretnénk gördíteni ezt a történetet ebben a kérdésben. És a közösségek között pedig az a különbség, hogy itt még nincs meg az az erő a roma közösségben, bár ott mélyen valahol ízzik és parázsik ez a dolog, de még messze vagyunk attól a kritikus tömegtől, amikor önállóan meg tudják majd fogalmazni azt, hogy ők maguknak mit szeretnének. Odáig csak adományok vannak. Addig ugyanez a fajta felvilágosult, abszolútista szemlélet fog érvényesülni a magyarországi roma politikában, ami régóta, vagy mindig is érvényesül. Nem csak a roma politikában, egyébként a magyarországi társadalom politikára alapvetően jellemző ez a felülről megmondjuk, hogy mi a jó nektek típusú megközelítés a kérdésben, és ez a roma ügyben, ez hatványozottan így van. Ez mindig lehet találni olyan roma embereket is, akik segítenek ezt elhitetni az emberekkel, hogy felülről ez így jó, de addig, amíg nincs olyan roma politikai közeg, akik megfelelő társadalmi bázisra támaszkodva, megfelelő politikai nyomásgyakorlást tudnának kifejteni ebben a kérdésben, addig igazi roma politikáról és roma kérdésről Magyarországon nem beszélhetünk. Az Ernő már a bonyolultabb kérdésekről is beszélt, nem csak az álmokról, hanem hogy lehet ezeket megvalósítani. Én még egy kicsit az álmokról beszélnék, mert ezek annyira evidensek, és szerintem eléggé hasonló volt Martin Luther King álma, mint amikről mi is álmodozunk, de talán érdemes elmondani, hogy itt annyira triviális dolgokról van szó, hogy ha bemegyünk egy boltba, akkor legyen roma eladó, ha bemegyünk kórházba, legyenek orvosok, ápolók, hogyha bemegyünk egy iskolába, akkor a tanár is roma legyen, és
népességének megfelelő számban legyenek minden szakmában olyan romák. Tehát, hogy Martin Luther King mondta, hogy ne a bőrszín alapján ítéljük meg valakit és juss a bizonyos pozíciókban, hanem a teljesítménye és a jellemének a karaktere alapján. És ezek szerintem releváns dolgok, és még ha egy percre visszatérünk az Egyesült Államokra, ott azért előrébb tartanak ennek az államnak a megvalósításában. Tehát ott vállalatvezetői pozíciókban találunk afroamerikai embereket, egyetemi tanárokként saját tanszékeik vannak, saját vállalkozásaik vannak, és szerintem ez egy eléggé triviális álom, hogy miért nehezebb ezt megvalósítani most a Magyarországon, és hogy esetleg a nemzetközi szereplőknek ebben mi a felelőssége, abban most nem mennék bele, de szerintem pontosan ilyen megerősítő kezdeményezésekre van szükség, mint ez a szakkollégium, aki hozzásegíti a fiatalokat ezekhez az álmokhoz. Hát a párhuzamot akarunk vonni. Igen, tehát végül is csak annyit mondtam, hogy meg kell erősíteni a fiatalokat, és hozzá kell segíteni ezeknek az álmoknak a megvalósításában, és szerintem pont az ilyen szakkollégiumok azok remek eszközök erre. Az amerikai modell sikerének van két olyan kulcsa, egyiket, a harmadikat már említettétek a vállalkozók szerepel, meg talán visszatérnék, de az egyik a hadsereg. A Magyarország hadsereg kvázi nincsen, csak egy díszőrség van, ami időnként kivonul a palot elé. Az amerikai hadseregben egyre nagyobb lett a feketék aránya. Ott megtapasztalták a hasonlóan szegénység, mert ugye jó ember az csak tisztnek megy el, katonának, a szegények mennek el. Azok harcolnak Vietnámba, Irakba és nem tudom micsoda. Ott megtapasztalták, hogy jé, hát mi egyenlők vagyunk. Tehát nem a törvény mondja, hanem egyenlően szenvedünk. Az alaszkai útkor láttam, hogy dokumentumfilmet hogyan építették, iszonyú nehéz, tehát ilyen térdégülő fagyott sárban a alaszkai highway-t, ugye autosztrádát. Tehát ez volt egyik. A másik, amiről Magyarországon megint csak személyesen hallgatnak, a jelenlegi kormány tett ebbe az irányba valami gesztust, az egyházak szerepe. Martin Luther King maga is lelkipásztor volt, és a közösségi tapasztalat, ami szükséges, az elsősorban egyházakban alakult ki. Ott született a szolidaritás is. Miközben természetesen volt olyan egyházak déli államokban, ahol csináltak külön templomot, külön páholyt és a többi, tehát ott is megmutatta a szegregáció, de mégis a műhely, ha megtapasztalták az együttműködést, nem csak, hogy elismerik a másikat, együtt tudunk dolgozni. Tehát együtt tudunk elérni az, és van a harmadik, az pedig a média. Én azt hiszem, hogy az egyenjogúságú mindenfajta törvényeknél jóval fontosabb volt az, hogy behozták ezt a kvótát. Tehát, hogy ha te Magyarországon, nem csak Magyarországon, hát Nyugat-Európában, stb. Bizonyos réteget, ebben az esetben most a cigány, de mondhatnám például a vállalkozókat, és vállalkozók például Nyugat-Európai tévében csak mint gangstert látok. Tehát, hogyha egy egész társadalmi osztály mindcsak negatívan mutatod, akkor az egyre jobban önmegerősítő profécia lesz. Itt elmondom megint, amit én kb. 10 éve hajtogatok eszelősen, hogy szükség van egy roma szappanoperába, ahol látja a nép, és látja az írástudatlan nagymama is, hogy jé, hát ez az unokkölcs a filmben, aki családtaggá válik, hát ez a csodálatos a szappanoperában, az egyetemre jár. A másik nyitott egy, mit tudom én, egy gyógyszer részletet, vagy nyitott egy ilyen, mit tudom én, butikot. Szóval ezeknek a mintáknak, hogy hogyan oldunk meg családi, munkaügyi, társadalmi, hogyan bánunk a tisztviselő, aki szentel esetleg a... Tehát nem elmondjuk jogként, hanem megtapasztalja. A sztoriba, ami neki, amit a családja volt, erre írtatos szükség van, és én azt hiszem, hogy a roma szervezeteknek össze kéne fogni, valahogy meg kell finanszírozni ezt, és sikerült, utána már nézik. Ha tudunk nézni dél-amerikai telenovelák, ha tudunk nézni magyar hommasokat, de esetleg egy exportcik is lesz belőle emberek. Itt Amerika esetében láthattuk azt, hogy egy erős, persze más társadalmi közeg volt és más idő, egy erős civil háttere volt a polgári mozgalmaknak. És emellett, hogy Ernő is te is mondtad, ott volt a támogatottság a kormányzati oldalról. Itt Magyarországon kinek a feladata ezt elkezdeni? Azt látjuk, hogy van már roma stratégiánk, vannak különböző intézkedési terveink.
pár civil kezdeményezés is elindult. Együttműködések is látszódnak, parázsnak a mérbe. Kinek a feladata ezt így összefogni, elindítani? Mit láttok ti? Mi ebbe a romáknak a szerepe? Mi ebbe a többség szerepe? Hát nagyon leegyszerűsítve a dolgot, alapvetően ez a romáknak a feladata. Tehát ezt próbáltam eddig is mondani. Addig, amíg nem a romák fogják saját maguk megfogalmazni azt, hogy hogyan képzelik el a társadalmi integrációt, ez mindaz csak adomány lesz, ami vagy tetszik, vagy nem tetszik a számukra. És a többségnek pedig az a feladata, vagy a politikai elitnek az a feladata, hogyha komolyan gondolja azt, hogy ezt segíti, hogy a roma közösségeket alkalmassá teszi arra, hogy ők meg tudják fogalmazni előbb-utóbb saját magukat. És valóban kellenek ezek a közegek, mint például valóban nem lehet eltekintni attól, mint az Egyesült Államok, az egyház. Az egyház egy rendkívül fontos integráló szerepe volt, például az Egyesült Államokban megkerülhetetlenül fontos szerepe volt. Jó lenne, hogyha Magyarországon is kirajzolódna az a társadalmi szegmens, legyen az akár egyház, akár bármi más, amelyik hasonló integrációs szerepet próbál ebben játszani, ebben a játékban. Az egyházak valóban most kezdtek egy picit belekapcsolódni ebbe a történetbe, az mellett tudva, hogy persze voltak ilyen-olyan kezdeményezések már, de azt nem mondhatnánk, hogy tömegesen játszottak volna ebben szerepet, sőt azt lehet tapasztalni a kutatások alapján, hogy például a különböző kis egyházak, amelyek befogadták a roma közösség tagjait mondjuk az elmúlt egy-két évtizedben, minél nagyobbá válik egy egyház, annál kevésbé fér már bele ez a fajta megközelítés a kérdésnek. Ugyanis az Egyesült Államokban azért az egyházak engedték azt, hogy átformáljanak egy csomó dolgot, tehát kölcsönösen hatottak egymásra, és hát itt szükség van arra, hogy az egyházak is meglehetősen dinamikusan kezeljék ezt az ügyet, és dinamikusan engedjék meg, hogy a kultúra beszivárgás az egyház területére ez egy kölcsönhatásban valósuljon meg. És nem pedig, tehát ez a fajta, és ez nem az egyháznak itt a felelőssége, hanem még egyszer mondom, ez a társadalmi közeg, ez a felülről való gondolkodás. Tehát, hogy úgy várjuk el az integrációt, mi megmondjuk, hogy ti hogyan integrálódjatok, és ha nem úgy integrálódtok, akkor az nem jó, akkor az nekünk nem tetszik, akkor rosszul integrálódtok. Miközben ők meg se el sem mondhatják, hogy hogyan szeretnének, mert lehet, hogy nincsenek olyan helyzetben, vagy olyan állapotban. Tehát meg kell erősíteni az oktatást, nem lefelé, hanem fölfelé igazából az oktatásnak a helyzetét, hogy lehetővé olyan tömegesen gondolkodóvá emberekké váljanak a romák is, akik megfelelő egzisztenciával rendelkeznek, tehát ne politikusok legyenek főhivatásszerűen, mert ha valaki politikus hivatásszerűen és más lehetősége sincs a megélhetésre, ez sok olyan kompromisszumot feltételez, ami aztán a későbbiek során az elvszerűségben bizonyos kárt szenvedhet, hát ezt láthatjuk nem csak a romák esetében, nem Magyarországon nyilván, hanem külföldön, de hát szóval ezen azért érdemes elgondolkodni ebből a szempontból. Tehát alkalmassá kell tenni a közösségeket arra, hogy saját maguk is ki tudják ezt fejteni. A média szintén nagyon fontos, nem látjuk azt a fajta támogató közeget, ahol, mert persze lehet pozitív példákat bemutatni, meg kell is bemutatni pozitív példákat, de talán nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy hétköznapi helyzetekben jelenjenek meg mondjuk roma karakterek, akár szappanoperába, de akár műsorvezetőként, vagy bármi másként, hogy ne az legyen, mint ahogy azt látja az ember a híradóban, hogyha mondjuk mikor lát roma riportert, hogyha bűnügyi tudósítás van. Tehát, hogy... meteorológiai jelentéseket kéne megcéloznotok, mert azt nézik a legtöbben. Pontosan olyan helyekre kell bevinni ezeket a karaktereket, ami indiferens a származás. Tehát, hogy őt is lehet szidni azért, mert fog esni a hó, vagy sütni fog a nap, de hát, hogy képes arra, hogy ezt ő elmondja, hogy miért ne mondhatná el ő is. Tehát miért ne lenne képes erre a történetre. Én nem vagyok ugyan egy nagy tévéző, de én nem nagyon tudok arról, hogy tömegesen fordulnának elő ilyen karakterek. És én ezt sorolhatnám hát az élet minden pillanatában. Tehát az ember bemegy egy kórházba, vagy egy rendelőintézetbe, vagy az önkormányzathoz, vagy bárhova, nem jönnek tömegesen szembe a romák, hanem valóban csak vagy bűnözőként lehet látni őket, és erre már lehet politikai mozgalmat szervezni, mondjuk, hogyha
roma követel bűncselekményt, vagy valami olyan szituációban, ami megnehezíti a társadalmi benyomásoknak az összességét. Az előző két hozzászólásból én is kiemelném maximálisan a média szerepét, ezt szerintem nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert ebben a világban élünk, tehát itt a tömegmédia és a egyéb különböző médiumok szerepe, és nyilván, amit Ernő mondasz, hogy a roma hang, a romáknak kell megfogalmazni, hogy ők mit szeretnének, hogy szeretnének, ennek van egy civil dimenziója is, amely különböző okokból elég gyenge Magyarországon, és van egy politikai dimenziója, ami szintén rossz struktúrában működik. Az nagyon jó dolog, hogy van kisebbségi politikai képviselet, most nem ez a fő témája ennek a beszélgetésnek, amire büszkék is vagyunk külföldön, mert kevés országban van egy ennyire szisztematikus kisebbségi képviselet, ahol több mint 3000 kisebbségi képviselő meg van választva, de ugyanakkor tudjuk, hogy ezer sebből vérzik ez a rendszer, még akkor is, hogyha 2005-2006-ban ezt megreformálták. De én most nem is erről beszélnék, hanem azon túl, hogy különböző intézményekre mutogatunk, amiknek van létjogosultsága, mindenkinek szerintem van egyéni felelőssége is. És itt nem romaként én elsősorban a nem roma emberek felelősségére próbálnék rámutatni, ami nagyon egyszerű kis szituációkban jelenik meg, például, hogy milyen iskolába viszem a gyerekemet. Tehát, hogyha egyéni felelősségről beszélünk, akkor meg kell kérdezni, hogy miért van az, hogy bizonyos nem roma szülők, hogyha mondjuk 20-30% roma hallgató van már egy iskolában vagy osztályban, akkor nem akarják oda vinni a diákjaikat. És erre ugye két válasz van, szerintem nem az a válasz, hogy azért, mert rasszisták, hanem az a válasz, hogy azért, mert azok az iskolák jó eséllyel sokkal gyengébbek, és rosszabb esélyük van a gyerekeknek, hogy egy jó középiskolába vagy egyetemre menjenek. És itt jönnek be a strukturális dolgok, itt jön be az állam szerepe, az önkormányzatok szerepe, hogy lehetne javítani a minőséget, hogy lehetne értelmesen együtt tanulni. Ugye ezek a legnehezebb kérdések, amire már sok próbálkozás és kezdeményezés volt. Úgyhogy én még ezt a szempontot hoznám be, hogy amikor egyéni felelősségről beszélünk és eldöntjük, hogy például alkalmazunk egy roma munkavállalót, akkor megvan a mi felelősségünk, és ami alapján meghozzuk a döntéseinket, ott ugyanakkor már megjelenik az állami szabályozás, pénzügyi és jogi keretek. A menedzsment irodalomban van egy kifejezés, amit magyarra felhatalmazásnak fordítanak, ez az empowerment. Ezt én először a média kutatásban hallottam, akkor arra volt szó, hogy Dél-Amerikában az indiókat, azért nem csak feketék vannak, úgy lehetne nagyobb öntudatra, meg társadalmi önállóságra, meg szabadságra vezetni, hogy elkezdjük képezni őket. És az első, legfontosabb lépés az az információ. Tehát a bármilyen is arra van szó, hogy ahhoz, hogy tehát cégedet átalakítsd úgy, hogy az emberek a cég céljaival azonosuljanak, szükséges előbb, hiába mondom, hogy mától fogva te megosztjuk a felelősséget, te is felelős vagy. Nem meg rántanak egyet a vállukon, és addumáljon a főnök. De amikor elkezdik szisztematikusan informálni az embereket, olyan dolgok, ami régebben üzleti titoknak számít, egyébként az internet korábban üzleti titokról beszélni, amikor az amikor úgy is lehallgatnak mindent, ez mind itt a követően, szerintetek nevetséges. Empowerment. Azt hiszem, ez volt az első lépés, amit a közéleti szereplők megtehetnék, hogy jóval több információt adjanak. És én bocsánat, ha megnézem a köztévének nevezett izét, ott már nem tudom megkülönböztetni, becsukom a szememet, az MTV-t, az RTL Klubtól. Ez igen, az RTL Klub néha objektívabb, de hogy egyébként ugyanazok a gyilkosságok órákon keresztül magyarázzák, hogy milyen büntetéket, stb. De ez így nem jó. Ez az egyik irány. A másik pedig, elkezdtem beszélni a vállalatokról, én azt mondom, hogy hát többször elmondtam cigányvezetőknek, hogy eddig nem jó a retorikám, vagy nem tudom micsoda, létre kéne hozni egy cigány-magyar gazdasági kamarát, hogy segítsük egymást, vállalkozók munkát adnak, a vállalkozók nem csak munkát adnak, felelősséget a munkával, a vállalkozás egyik színhelye, ahol meg lehet nem csak az önkormányzat, meg a civil szervezetek, hanem a vállalkozás egy igen fontos hely, a rájöhetett, hát én jó vagyok, hát én tudok. Hát én ugyanolyan jó eladók vagyok, mint a másik. Vagy ugyanolyan jó könyvben, mint a másik. Én azt ebben látom, hogy ezt, kinek kéne megcsinálni, nem tudom, de nagyon érzem, hogy ugyanúgy, mint a szappanokban, ez a másik beszélőparipám, hogy kell egy cigány, magyar gazdasági kamara. Elmondtam, beszéltem, ahol gyerek szóban mindig tanultam, be kell fejezni a mondatot. Itt két dolgot szeretnék, ha még beszélgetnénk róla. Itt amit Ernő mondtál, hogy romák fogalmazzák meg azt, hogy mit szeretnének
De elgondolkodtam ezen így gyorsan, hogy most rögtön egy kérdéset teszek fel magamnak, hogy jó, megfogalmazzák a romák, de melyik vélemény a legitim? És mit támogasson a többség ezek közül? Hogy van-e tárgyalási alap ezek a vélemények között? A mai társadalomban hogy látod ezt így? Ezt én csak állom, vagy meg lehet valósítani? Te meg tudjuk, mi ezt meg tudjuk fogalmazni valóban, vagy ez csak marad egy beszélgetés az asztal mellett? Egyelőre marad egy beszélgetés az asztal mellett. Rendkívül szétzilált az egész magyar társadalom, jó ideje már. És ezen belül a romáknak a helyzete nem javult. Ezt nem mondhatnánk még a legjobb indulattal sem. Hosszú éveken keresztül dúlt az a dilemma, hogy a romák hogyan tudják legjobban érdekeiket érvényesíteni. És az a fő csapás irány rajzolódott ki, és én is valamilyen szinten próbáltam hinni benne elég sokáig, amely azt mondta, hogy nem szabad olyan külön intézményeket létrehozni, ami önmagunk szegregációját erősíti, hanem meg kell próbálni a többségi intézmény rendszerben olyan módon integrálni, és ott megkeresni azokat a helyeket, és ott érvényesíteni azokat az akaratokat, amelyek a romák jövőjére vonatkozólag is előre mutatnak. Én úgy látom, hogy most bennem legalábbis egy kicsit megbicsaklott ez a fajta lendület ebből a szempontból, mert úgy tűnik, hogy az elmúlt két évtizednek a tapasztalatai alapján ez nem sikerült. Nem sikerült a politikai pártokba, a politikai mozgalmakba, a társadalmi mozgalmakba, a civil mozgalmakba olyan módon integrálni a roma érdekeket, amelyek hatható segítséget nyújthatnának az előrelépés szempontjából. Ez nem azt jelenti, hogy most akkor vonuljunk önkéntes szegregációba, és akkor ottan, amit ezt sokan szeretnének, és akkor itt... Mert ugye azzal indokolják a romák külön iskoláztatását, azért járnak külön iskolában, mert ők úgy szeretik nyilván, és azért laknak telepeken és nagyon rossz körül, mert ők úgy szeretik, úgy egymás között úgyhogy lenni. Nem ezt mondom, de azt hiszem, hogy a politikai érdekek megfogalmazása szempontjából most kell venni egy nagy levegőt, és át kell gondolni, hogy hogyan és milyen módon lehet ezt megcsinálni. Látszik, hogy a nagy pártokban ezt komolyan bevinni, ezt a témát nem lehet. Ezt mindenki csak választási szavazatnyerésre használja, és egyéb dolgokra, csak ilyen felszíni kapargatás van ebben a kérdésben. Azok a nagyon jó szándékú és jó akaratú roma politikusok, akik különböző pártok színeiben próbálkoztak ezzel, nem akarok ezzel senkit megbántani, de döntő áttörés nem sikerült elérni ezen a területen. Úgyhogy azt hiszem, hogy, és nem tudom még, hogy milyen és miből fog ez kinőni és hogyan fog ez kialakulni, de valamilyen önálló megfogalmazása fog következni ennek a kérdésnek. Nem párt létrehozásáról van szó, szó nincs róla, tehát nem ezt mondom. Lehet, hogy majd egyszer ennek is eljön az ideje, de még nagyon nincs itt ennek az ideje. Egyelőre fel kell nőnie annak a generációnak, lehet, hogy már itt ül a teremben az, aki majd ezt jobban át tudja fogni és meg tudja csinálni. Valami olyasmi példát mondanék, mert itt sok példa elhangzott már. Ha az Egyesült Államokban voltam, akkor elvittek egy fekete egyetemre, és a rektorral beszélgettem, és bevitt a tanácsterembe. És elmondta annak idején, hogy mikor csinálták ezt az egyetemet, nem lehetett más, hogy csak külön. Csak szegregált egyetemet lehetett csinálni. És ők nagyon jó egyetemet szerettek volna csinálni, közösség. Ezért nem találtak olyan rektort közösségből, aki minden tudományos kritériumnak megfelelt volna. És ott volt a falon az összes volt rektornak a fényképe, és azt mondta, hogy nézd meg, az első két rektor, az még fehér ember volt. De a harmadik azóta már, és a harmadiktól kezdve azóta az összes fekete. Tehát, hogy el kell jutni a harmadik emberig, ami még most nem tartunk ott, de majd el kell jutni a harmadik emberig, és majd a harmadik embertől kezdődően nem biztos, hogy ilyen könnyedén le lehet söpörni az asztalról ezt a témát. Én mindig azt szoktam mondani, hogy most nincs cigány kérdés Magyarországon. Tehát sokan mondják, hogy micsoda kérdés van. Nem most politikailag felpumpált, érdekes megközelítésű hadjáratok vannak ebben a
ebben a kérdésben, de igazi kérdés nincs, szegény kérdés van, nyomor kérdés van, leszakadó kérdés van, munkanélküli kérdés van, ahol bármit meg lehet csinálni a szegény emberekkel, saját érdekeiket nem tudják megvédeni, sőt már lassan intézményrendszer sincs, amelyik megvédeni az ő érdekeiket. Az igazi kérdés majd akkor lesz, hogyha majd szép lassan kialakul ez az értelmiségi réteg, kialakul az alsó és a közép osztály a romák körében, és akik igenis meg tudják az érdekeiket fogalmazni. Ugye Rosa Parks, mikor letartóztatták, mert nem állt fel a buszon, akkor azt mondta a fekete közösség abban az amerikai városban, hogy akkor nem veszük igénybe a tömegközlekedést. És egy évig nem szálltak fel a buszra, és tönkre ment a városi tömegközlekedési vállalat. Hogy nagyjából ez a nyomás gyakorlásnak az a szintje, amiről érdemes beszélni. De itt még most nem tartunk. Igen, és úgy látom, hogy tehát van létjogosultság, és nagyon fontos a roma civil társadalom megjelenése, megerősödése, és ezt látjuk, hogy tehát ennek elsősorban anyagi előfeltételei hiányoznak, illetve hogy megjelenjen, megerősödjön. Nem csak egy roma értelmiségről beszélnék én, hanem itt pontosan a vállalkozók, a kisiparosok, az a réteg, amelyiknek hangja van és meg tudja magát szervezni. És ezen túl, hogy a politikai képviseletet hogy oldjuk meg, itt több lehetőség van, itt nem is beszélnék a magyar konkrét esetről, hanem inkább mint politika elméleti szempontból. Tehát létjogosultsága van a saját roma önszerveződésnek, és ennek megvan egy kerete Magyarországon, ez a kisebbségi önkormányzatok, amit lehetne továbbfejleszteni, ugye egyszer már korrigálták a rendszert, és szerintem további korrekcióra lenne szükség. És ugyanúgy a többségi pártokban is van létjogosultsága a roma képviselőknek, politikusoknak, csak ugye nyilván annak van a veszélye, hogy az ő hangjuk az el fog veszni, és nem tudnak egy markáns véleményt megfogalmazni. Ugyanakkor arra felhívnám a figyelmet, hogy ami itt van nálunk, az tökéletlen és ezzel sebből vérzik, de például Romániában még mindig cigány királyok bóklásznak, és ők beszélnek mondjuk másfél vagy két millió roma nevében, ami egy még szörnyűbb állapot. Úgyhogy szerintem nekünk van egy alapvető struktúránk, amit tovább kell fejleszteni. Azért visszatérnék, ha van egy álmom mondathoz. Ezt az álmot nektek kell megfogalmazni. De az nem jelenti azt, hogy mi gágyók ne fogalmaznák meg jövő Magyarországot úgy, hogy megvan a szerves helye a babáknak. Én azt mondanám, hogy az az álmom, hogy 10 év múlva a magyar televízióban olyan műsor, hogy kincsünk a cigányság, az nem egy ilyen rejtett időpontban, hogy lehetőleg kevesebb nézzék, leadott, senkit nem érdekli a műsor lenne, hanem a legmagasabb nézettségek közé tartozna. Tehát legyünk büszkék arra, ti arra, hogy büszkék cigányok, vagy mi arra, hogy van nekünk cigányság. Tehát mint egy érték. És azok az országok, akik itt az utóbbi 50 évben elveszítettek kisebbségeket, azok alig megyek bevallni, de a románok most már visszasírnák a zászlókat, hogy kidobtak. Tehát időként rá kell jönni, hogy mennyire igaza volt Szent Istvánnak, amikor azt mondta, egy nyelvű ország töréke, és hogy micsoda gazdagság van, de Amerika nagyfőt azt mondta, hogy hencegett, hogy milyen sokrétűek. Hát könnyörgöm, mi is sokrétűek vagyunk, de csak nem becsüljük meg elég. De nem látunk benne értéket, ilyen nyűgöt, ilyen mit tudom, hát van, hát jó, hát meg valahogy el kell viselni. Nem erről van szó. De ehhez, na most itt jön a lényeg, nem elég, hogy vannak ilyen műhelyek, hanem sokkal több, jobban meg kell ismerni egymást. De sokan emlegették majd utána Horváth Aladár, mert sem hogy találkoztam Horváth Aladárral. Egy ilyen FM rádióban interjú voltak, életrajz meg ilyesmi, és akkor vagy szóba került, nem tudom miért, de az a riportert kell megkérdenem engem, cigányság, és mondom, hogy van egy álmom, hogy egyszer eljussak egy cigány lakó, nem tudom miért, de kisgyerekkoromban az egy valami úgy jobb a számomra, mint egy indiai esküvő. Csöng a telefon, végem az adásnak, és hégető honok, akit egyesek ismernek, jelentkezik, hogy hát nem esküvő, hanem keresztelő, Horváth Aladár kislányok a keresztelőre, meghív engem. Ez ide megmondta az adat, hogy nincs, nem vagyok autóval, azt mondja, nem baj, küldnek taxit, tényleg küldnek taxit, és akkor ott valahol a keleti pályára közelében volt egy ilyen nagyon szép, ilyen szecesszős típusú, gyönyörű palota, és ott volt, hogy 200 mindenki ezért smokingban átfestek voltak, és ott egy egész este eltöltöttem. És egyik döbbent a másikból este, hogy mennyi mindent hiszünk mi, másképp van. Csak oda kell. Tehát ezek a kontaktusok hiányoznak, hogy az ismeretünk az teljesen ilyen hamis média
beszámolók alapján, és nem valós tapasztalatok. Tehát igenis kéne rendezni turizmust a cigánsorral. Például nekem nagyon tetszett... Katasztrófa turizmus? Nem. Hát egy igazi cigány lakodalom, vagy egy igazi cigány disznótól, ahol is voltam. Hát az nem semmi volt. Hát ezt akartam mondani, hogy jobb, több ismeret kell egymásban. No. Cigány bajánista, miért nezzékszel? Az Hunban. Esztergomban, ez május 1-én a segédpüspök. Milyen püspök? Éger János. Ja. Na, már engem is meghívtak. Cigányok püspök egy széke, ez jó. Nem, azért vigyázni kell egy kicsit ezzel, mert ez kezd olyan lenni, mint a mondjuk valami ilyen egzotikus vadembernek a megtekintése, és kiírjuk lassan, hogy ne etessük őket, vagy nem tudom. Tehát, hogy, de nyilván ez fontos, hogy meg kell ismerni, csak hogy is mondjam, tehát nem kell valami nagy dologra gondolni, hogy most mi. Tehát, hogy amikor én tanítottam, volt egy kolléga, aki mindig azzal akart az avarba hozni az államvizsgán az óvoda pedagógus hallgatókat, hogy feltette a nagy keresztkérdést az éppen beijedt leendő óvoda pedagógusnak, és megkérdezte, hogy mit csinál akkor, ha bepisil egy cigány gyerek az óvodában. És jelentőség, érti, cigány gyerek pisil be. És akkor erre, és mindenki megijedt, hogy akkor most mit kell csinálni, és próbált előszedni a tanulmányait, hogy mit tanult néprajzból, meg egyéb dologból. És akkor erre az volt a helyes válasz, hogy ugyanaz, mint a nem cigány gyerekkel igazából. Tehát, hogy nem kell olyan fajta különállást feltételezni ebből a szempontból, vagy tehát azt is elárulom mindenkinek, ha már így négy szem közt vagyunk, hogy cigány gyerekek nem hegedűval a hónuk alatt születnek, tehát, hogy nem mindenki zenész lesz, meg egy csomó ilyen dolog, persze van, de ennek egy más mechanizmusai vannak, meg minden. Tehát a médiában is ugye az a kép jelenik meg, ugye, mert van ez a bűnöző, persze, mert az a kép jelenik meg, amit a társadalom látni szeretne. Tehát a győzike jelenség az pont erről szól. Ahogy ki van találva ez a nemes vadember, aki ilyen jó pofa, de hülye, és akkor ő ott elmondja, és akkor ezzel mindenki a jót tud röhögni, meg zebrája van, meg nem tudom micsoda, és akkor hát, hogy ez milyen klassz, ugye, és hát, hogy ezek a cigányok azért vannak köztük jó cigányok, bár mind olyan hülye, meg primitív, meg egyébként minden, de hát azért mégis, mert akár meg is simogatom, tehát valami ilyesmi történne az egész, de hogyha mondjuk azért a családom közelébe kerülne, azért nem engedném be, tehát arra azért vigyázzunk, tehát, hogy azt a képet közvetítik, amit a többség látni szeretne. Nyilván ez formálni kell egyébként a többségnek a látásmódját, szemléletét, tehát, hogy nem csak az, mondjuk én annyira nem alélok el az RTL Klub Fókusz című közszolgálati műsorától, amikor elős felindulásban mindig találnak egy olyan cigány asszonyt, aki teljesen elkeseredett és ott kiabál valahol az útszélén. Mert akkor azt mondja, na ugye a cigányok, hogy a fene egye meg őket, miért nem dolgoznak igazából, és mondhatnám a rendkívül sok ellentétes dolgot, most ittem teljes, biztos, nyilván teljesen véletlenül, ugye két rendőr agyonvert egy ember, sajnos. Hát én nem látom a felvonulásokat a rendőr bűnözés ellen, meg a nem tudom micsodát, hogy ez hogy van most, elvtársak? Tehát, hogy ez hogy van ilyenkor? Mert hogyha cigány ember követel valamit, akkor igen, de ilyenkor meg nem, vagy hogy mi van most? Tehát, hogy, mert nyilván, hogy semmi köze nincs a dologhoz, sem az etnikai származásnak, sem a foglalkozásnak, semmi. De hát, hogyha már egyfolytában azt halljuk mindenhonnan, hogy a kettős mérce meg a egyéb megköz, hát akkor már tessenek már úgy legalább a gondolkodás szintjén úgy csinálni, mintha. Vagy legalább. Vagy a látszat. Vagy nem tudom. Tehát, mert nyilván nem kell, mert nem minden rendőr bűnöző, mert ez hülyeség. Hát miért lenne az? Azért, mert ez a két ember ilyen szörnyűséget elkövet. Na és akkor egyébként úgy, a cigányok esetében, akkor ott mi van? Csak ezeket ajánlanám azért a figyelembe. Igen, itt említettem, hogy két dolgot emelnék ki, és be is mentünk, anélkül, hogy a másodikba, hogy nem is említettem. Itt az előítéletekről és ezeket követő akciókban, itt már nem csak a kettős mérce, nem csak a bűnözésnél van, megjelenik meg, de akár a tehetséggondozásnál is előtetek vagyunk. Ki hallott olyat, hogy matematikából romáknak rendeznek versenyt? Nem hallottam már, hogy táncból, költészetből,
szavalásból, tehát nagyon sok olyan kulturális meghegedülésből, de hogy matekból, vagy fizikából, és csak romáknak nem. És azt látom, hogy az is egy elvárás a társadalomnak, hogy a tehetséggondozásban is legyenek szép és okos és művész emberek, és ott bizonyítsanak, tehát fizikusok, gőzgazdászok, matematikusok, az nem biztos. Én látom ezt így, mondjuk ezt szerintem egy költői kérdés, vagy hogy látjátok ti ezt? Ez a tudományban is megjelenik, vagy csak a egyszerű embereknél a médiában? Tehát nincs katolikus matematika, szerintem cigány matematika sincsen. Társadalomtudományoknál ott látom értelmét, mert nem árt, hogyha beágyazva a tapasztalatokba, ezeket nem így absztraktul kihagyjuk a nézőszögünkből, hanem élményszerűen, tehát nem a Holdon történik mindez, hanem a saját életünkben. Csak azt látod, hogy tehetséggondozásról van szó, előjönnek a költészet, fantasztikus képviselői 6 és 8 év között, de nem matematikából teszik ki őket, az ablakban mutogassák. Tehát érted, a hangsúlyokból vannak. Tehát én azt látom, hogy... Na, például Rossi Bár professzor elnézést itt a szemünk láttára fölkarolta az orvost a hallgatókat. Igen. És úgy tűnik, hogy ez a fogam működik, még pedig egészen jól működik. Tehát nem az, hogy nincsen. A matematikát mindig nem egészen értem. Csak mondtam, hogy hogyan látom. Nem, de nem értem. Mert nem látom semmiféle okát. Tehát nem tudom. Ti értitek, amit szeretnék mondani? Igen, és ez nehéz szerintem, mert egyfelől, tehát ez tényleg, hogy a cigány, meg, tehát a zenész cigányok jelennek meg, és ezt támogatjuk, tehát ez nyilván megvan, de ugyanakkor az a fele, tehát az a nagyobb felelősség, ami a szakkollégium előtt jelenik meg, hogy egy nagyon szegény sorba születő cigány gyerek, hogy mert arról elmondani, hogy orvos legyen. Tehát itt ez a nagyon nehéz dolog, és itt a médiának óriási szerepe van, óvónéni, óvóbácsi, de hogy tehát a szülők sem álmodnak már ilyesmiről, és nyilván itt egy óriási társadalmi szakadék van, de abszolút igazad van, hogy itt külön felelősségünk van, hogy... Nem, hát ez is egy sztereotípia. Nyilván ez egy pozitív sztereotípia, de sztereotípia. Tehát én is azt gondolom, hogy nincs katolikus matematika, vagy cigány matematika. Tehát, hogyha most ezt nagyon következetesen végigvinnem, akkor van katolikus egyetem, meg nem katolikus egyetem, tehát úgyhogy... Hol vannak is? Tehát, hogy... Hát miért ne lehetne akkor éppenséggel? Nyilván ezek csak ilyen átmeneti ötletek, nyilván a lehetőségek felkarolása szempontjában. Mert normális esetben nem kellene, hogy külön készítsék fel a roma gyerekeket mondjuk orvosnak, hanem a normális gimnáziumi rendszerben, meg az egyéb módon felkészülnek, és ők is betöltik azt a helyüket, ahogy kell. De nyilván nincs normális helyzet. Ezért van rá szükség. Azért, most hittem eszembe jutott valami, bocsánat. Mégis vagy, talán van a ötletedben valami, csak te se jöttél rá. Én most hallgatva téged, nem tudom, ki ismeri Oswald Spengler a Nyugat Alkotó című könyvét, ahol azt állítja, aztán sokan vitatják ezt, hogy minden kultúrkörnek megvan a sajátos filozófiája és matematikája, és ő például azt mondja, hogy ha Ausztrália lakossága olyan helyzetben került volna, hogy civilizációt építsen, ami van oknál fogva elmaradt, akkor ők írt a magas civilizációt hoztak, hogy a bumerang egy olyan matematikai teljesítmény, amit minden matematikus csodálattal néz. Most ha figyelembe vesszük, hogy cigányság ugye Indiában származik, és India a matematika anyja, talán érdemes csinálni egy empirikus felmérést, hogy milyen a tehetség potenciál cigány gyerekek körében, nincs kizárva, hogy örököltek valamit ebből az örökségből. Hát látod, hogy belső között a fakanál, például a bumerang. Ja, tehát én azt mondom, hogy hát csináljunk egy, írjunk egy pázat, kérjük, bőzzük meg a Balogh Zoltánt, hogy csinálni egy pázat. Egy mondatot szeretném. És itt a matematika versennyel kapcsolatban, Úri Katya rektor úr mondta, hogy óráig arról beszéltünk, hogy nincs külön roma az, hanem együtt vannak a gyerekek. Nekünk van 300 gyerekünk, többek között itt egy madárfés van vele, és arról beszélünk, hogy ha matematika verseny van, akkor van a roma is, meg nem roma is. Ha nyert,
roma vagy nem roma, teljesen minden. Az irodalom ugyanaz, történet ugyanaz, matematikában. Én nem hiszek az ilyen külön matematika roma versenyben, mert az más dolog, hogy azt mondjuk, hogy a jezsuita kollégium hallgatói találkoznak a mi roma gyerekeinkkel, ami mégis történt itt, és aminek a folytatását inspirálom. Tehát sokat mindenről beszélünk, de működni kell, ugye a működés meg a gyakorlat tettetően fontos. És azért mondom, hogy sem matematikában, sem ott vannak a roma gyerekek, roma, egy órákig erről beszéltük, és hát ne ott itt most ilyen külön roma versenyek, tehát egyrészt van az egész társadalom, és erről beszélünk órák voltak, tehát én ezt pártolom. Köszönöm meg, és arra gondoltam, hogy például itt van a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkája, és azon belül roma tehetséggondozás alatt kifejezetten romákra koncentrálva művészet, tánc és más kezdeményezésekbe vágnak bele csak. Én nem látok roma tehetségtanács munkájában, lehet, hogy én vagyok rosszul informált, de matematika, fizika vagy más versenyeknek a kezdeményezését. Én erre gondoltam itt. Tehát ez lenne az, tehát a hangsúlyok nem ott vannak, ahol normálisan lenni kellene. Így a helyes, ahogy ön mondja, ha van egy matematika verseny, oda menjen be mindenki, és méretessék magát. Jó, de ez ugyanaz a szemlélet, amit a 90-es évektől kezdve elkezdett Magyarország, amikor felismerték azt, hogy hát ezekkel a romákkal kéne kezdeni valamit, mert ugye 93-tól tömegesen váltak munkanélkülivé, a képzetlenség miatt tartósan munkanélkül, és akkor kitalálták, hogy hát mit lehetne kezdeni, hát cigány, mi van a cigány? Hát az ősi mesterségek felelve nekem, ez nagyon tetszik. És akkor kitalálták az 500 ezer kosárfonó országát. És képzelj el valaki, hogyha tényleg lenne itt 500 ezer kosárfonó, hogy mi a fenét tudnánk kezdeni annyi kosárfonóval? Mert lehet, hogy 100-ra szükség van, lehet, hogy még 200-ra is, de nem, hogy 500 ezer. Tehát ez ugyanaz a fajta gondolkodás. Persze ezek mind mobilitási csatornák a társadalomban, mint hogy a sport mondjuk az Egyesült Államokban, ugyanúgy a zene és ugye a különböző fekete vagy más csoportoknál. Tehát, hogy nyilván látnak ebben meg, hát ez olyan egyszerű, tehát, hogy ez nem egy nagy befektetés, tehát úgyis ugyanaz a feeling van a tévét, szombat esténként a 77-es, ki mit tud, elődöntőit lehet látni a közszolgáltatásban, tehát, hogy ugyanez a daloló, táncoló nemzetiségek, tehát, hogy ugye, és akkor majd hegedül is a gyerek, milyen jó pofa kis rajkuk, kár, hogy majd felnőtt korában bűnöző lesz belőle, de egyébként nagyon jó pofa gyerek, tehát, hogy persze, mert ezt meg kéne alapozni. Tehát egy matematikát tanulni az más, mint tánci-tánci. Tehát, hogy azért ez egy más történet. Hát itt akkor meg el kéne jutni oda, csak ez már megint vakarózik mindenki, hogy hát akkor az iskola, az oktatási rendszer, hogy ugye hát, hogy ez most mennyire komoly tene tulajdonképpen, vagy sem, de hát ebben aztán most ne nagyon menjünk bele. Hát, hogy ott vannak az alapok, tehát, hogy onnan hogy jön, hogy kerül be a gyerek, milyen az óvodaiskola átmenet, hogy akkor aztán ott miért kerül az utolsó padba, vagy miért nem, mi az, hogy integráció, tudja-e valaki egyáltalán azt, hogy mit jelent, és hogy milyen módszertan ennek, és hogy kell ezt csinálni, és akkor ilyen alapkérdések jönnének elő, ahol amit így senki nem meg megpiszkálni. Igen, és itt egy másik olyan fogalom, amit ma többször érintettük, és Ernő, te mondtad ki, hogy igazából nincs is az ma, roma kérdés. Mit értettél ez alatt, hogy ma nincs roma kérdés, pedig ma egész nap arról beszélgetünk. És hogy ti hogy gondolkodtok erről, hogy van-e, nincs-e, és mit jelent ez? Lort. Jó kérdés, tehát szerintem több dolog összemosódik Magyarországon is, és ez nagyon nehéz szétválasztani, főleg azért, mert én valamennyire együtt dolgozom az európai hatóságokkal, akik szintén belevonódnak ezekbe a roma stratégiáknak az értékelésébe. És Magyarországon, hogyha megnézzük, amit a kormány létrehoz, az egy nemzeti felzárkóztatási stratégia, és tudatosan kerülik a roma kifejezés. És ugye ezt szociológusok ezerszer elmondták, hogy akik mély szegénységben élnek, azoknak mondjuk a fele roma származású, a másik fel az nem roma származású. És ez egy szociálpolitikai feladat, hogy azzal a, most nem tudom, félmillió vagy egymillió emberrel, aki mély szegénységben él Magyarországon, hogy őket hogy emeljük fel, de ez nem egy roma kérdés. És itt van ugye csak Magyarországon, nagyon nagy arányban a népességhez számított arányon messze felül reprezentálva vannak romák, de ha megnézzük másik európai országokat, ott nem ez a helyzet.
A roma kérdés az pont ott lenne, hogy akik előítéletekkel szembesülnek, őket hogy támogatjuk, illetve a saját kultúrát, önszerveződést, hogy támogatjuk ennek a közösségnek. Tehát itt ez lenne, és ez a kettő szempont így folyamatosan összecsúszik. Igen, és ez egy ilyen véget nem érő harc szerintem, amikor ezt megpróbáljuk szétválasztani. Hát legyen ugye az végső szó, mert kérdezik a végre fel, és ez így. Én úgy gondolom, hogy ennek a kifejezésnek különböző társadalmak csak a más értelmet ad. Mondjuk egy jobbikusnál más jelent a cigány kérdés, mint egy LMP-snél. Tehát én társadalomtudományi értelmezés, akkor azt mondom, hogy van ilyen kérdés. Ez azt jelenti, hogy van egy csomag társadalmi probléma, amelyek összefüggnek, bár nem azonosak. Ezt az egész csomagot úgy, ahogy van, elnevezhetjük roma kérdésnek, annyitom, hogy a mély szegénységtől kezdve a kulturális identitás megőrzése vagy megsemmisítése, ez az alternatíva, vagy éppensége beépítése az úgynevezett többségi társadalomba. Aztán a demokrácia kérdése, az, hogy képesek-e önmagukat képviselni, ha nem tudnak írni, olvasni, mennyire félrevezetni. Hát, rengeteg kérdés van, hát ez egy csomagba illik, és a megoldások, ahogy mondta a főosztályvezető, hogy hát egy komplex, gyönyörű magyar szó. Tehát azt jelenti, hogy együtt kell megoldani, mert teljesen külön választani. Kérdés lehet az, hogy stratégiailag, meg taktikailag mivel kell kezdeni. Nyilván az, ahol leghamarabb érezhetők az eredmények. De szem előtt kell tartani az egészet, és az is világos, hogy az érintetteknek ebben ez az empowermentet. Oroszlán szerepük kell legyen. Én ilyen értelemben szerintem van. Roma kérdés, aztán minek nevezzük cigány vagy roma, ez már tipikus amerikai szójáték. Tehát politikai korrekt, mi egymás szóval. Ilyen értelemben, ahogy mondta, ilyen értelemben van roma kérdés. Lehet és kell is, hogy legyen egy államnak vagy egy társadalomnak mondani valója erről a kérdésről, tehát ilyen megközelítésben van. De ebben a megközelítésben azt gondolom, hogy a romák azok igazából nem alanyai, hanem tárgyai ennek a politikának, róluk döntenek igazából, anélkül, hogy ebbe komolyabban bele tudnának szólni. Egyelőre ott tartunk, hogy mások írják a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket, de majd én változatlanul azt mondom, hogy akkor lesz majd az az igazi kérdés, amikor nem tárgyként, hanem alanyként vesznek részt a romák ebben az ügyben, amikor majd önmaguk a saját érdekeik érvényes. Ebben a társadalmi közegben persze, nem ebből kiszakítva, hanem ebben a társadalmi közegben beillesztve tudják megfelelő módon érvényesíteni az érdekeiket. Tehát akkor, amikor nem azért lesz valaki valamilyen pozícióba, hogy el lehessen küldeni valahova, hogy ő el tudja mondani, hogy komplex megközelítésben kell tárgyalni ezt a kérdést. Mert minden kormány idején volt olyan, aki elmondta, hogy komplex megközelítésben kell tárgyalni ezt a kérdést. Hanem amikor majd azért lesz valaki valahol valaki, mert hogyha nem az van, amit az adott közösség szeretne, és a mögött egy komoly politikai társadalmi támogatottság áll, akkor lehet, hogy nem az fog esetleg kormányra kerülni, akik ezt nem így szeretnék. Tehát, hogy akkor lesznek majd alanyai és nem tárgyai ennek a politikának. Nem tudom, hogy mikor jön el ez az idő. Nem tudom, hogy eljön egyáltalán ez az idő. Most nem állnak jól a szelek. Most egyelőre az van, hogy akik valamilyen tudáshoz jutnak lehetőséghez, a nagy társadalmi ellenállás miatt futásra veszik a figurát egyelőre, ami teljesen érthető is egyébként, mert én is azt gondolom, hogy nagyon fontos az egyéni érvényesülés, tehát hogy annélkül nem lehet valaki mozgalmár, hogy ő főhivatásszerűen csak mozgalmár, mert sok tízezer embert nem tud egy mozgalom eltartani, hanem egyéni egzisztenciákkal kell rendelkezni, kell ügyvédeknek, buszvezetőknek, orvosoknak és egyéb embereknek lenni, hogy mozgalmárok is lehessenek majd. De mivel olyan nagy a társadalmi ellenállás és a nyomás egyelőre nem nagyon rajzolódik ki ez, és az én közegemben, amit látok, azok ők máshol képzelik el ezt, sokaknak nagy örömére. De
de mindenki nem fog elmenni, tehát ennyire azért nem kell örülni a dolognak, hanem hogy valami, tehát valóban el fogunk jutni valamilyen kritikus tömegig, amikor már nem. Tehát én azt hiszem, hogy még nem jutottunk el az aljára, még a katarzis nem volt meg. Hiába voltak itt már roma gyilkosságoktól kezdve sok minden, még a katarzisig nem jutottunk el, még ez várat magára, és az nagyon fájdalmas lesz. Nem tudom, mi lesz még, az fájdalmas lesz, és akkor talán majd egy kicsit a társadalom máshogy fog tekinteni erre a kérdésre. Még van egy kis időnk, hogy utolsó kérdést szeretnék feltenni, és lehetőséget adok majd a hallgatóságnak is egy kérdésre. A kérdésem az lenne, itt politikai elméleti szempontból vizsgáltuk a roma önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatoknak a létét, nem létét. Bejön a képbe egy kisebbségi lista. Politikai elméleti nézőpontból ezt a kettősséget, vagy ezt a kettősséget a rendszerben, a képviseleti rendszerben, vagy egy újabb lehetőség a képviseletre. Tehát hogy lehet ezt kezelni? Erre a szószóló rendszerre gondolsz, vagy erre a szószóló intézményre gondolsz, vagy? A kisebbségi listára lehet majd szavazni 2014-től a parlamenti képviseletre. Igen. És akkor bizonyos arány. Igen, akkor egy olyan mandátum kedvezmény. Igen. Szerintem ez egy pozitív, tehát úgymond nem pozitív diszkrimináció, de próbálja garantálni, hogy úgymond kicsit határozottabban jelenjen meg roma hangok. Aztán ugye ez a rendszer nagyon régóta működik Romániában, ahol van egy úgymond garantált helye egy roma képviselőnek, de ott ugyanaz a probléma vele nagyon röviden, mint nálunk is, hogyha egy monolit elnöke van a Nemzeti Roma Önkormányzatnak, akkor a kritikus hangok vagy az egyéb hangok azok kicsit elvesznek. Tehát itt is a roma közéletben is plurális hangok kellenek, hogy legyenek civil hangok, különböző pártok. Úgyhogy, hogyha egyetlen egy úgymond díszpint lesz a parlamentben, akkor elveszik a... Tehát ez veszélyeket is rejt. Ugyanakkor látjuk, hogy ez pont azért született meg, mert a többségi pártokban nem jelentek meg markánsan roma hangok. Tehát ez egy kísérlet arra, hogy megjelenjenek a hangok. Hát maga az ötlet az nem rossz, sőt, az már régóta várta mindenki, hogy legyen valami hasonló. A kivitelezés nem sikerült, tehát hogy egy olyan rendszer sikerült kialakítani, amiben biztosan tudható, hogy nem nacionáló kisebbségi parlamenti képviselet, hanem úgynevezett kooptált jelöltek lesznek, akik nem ilyen módon, nem választás útján fognak majd bekerülni, hanem a többségi kegy fogja ezt gyakorolni itt a részvételt. Hát így nem tudom, nem akarom előre megjósolni, hogy mi lesz belőle, de olyan nagy durranásra nem számítok ebből a szempontból. A kisebbségi önkormányzati rendszer ez egy nagyon fontos dolog volt a kezdetektől fogva, engem nagyon érdekelt, én ebből doktoráltam, itt titokban elárulom, de hát mostanában annyira megmerevedett ez a rendszer, nem mostanában, hanem az idő során, tehát amíg napjainkig eljutottuk, annyira megmerevedett ez a rendszer, hogy nem hozza azt a hasznot igazából, mint amit az ember vár tőle, és mivel nincsenek olyan jogosítványaik ezeknek a testületeknek, amelyeket a roma közösség a saját érdekeik megvalósítása szempontjából vár, hát nem túl hatékonyan végzik ezt a feladatot. Tehát úgy tűnik, hogy nem ezek az intézményrendszerben lévő elemek fogják majd ezt a változást meghozni az én mostani meglátásom szerint. Hát jelzsült a rövid távban, vagyis 30-40 éves távadban. Azért ez kb. 8-10 kormányzati ciklus. Ez azt jelenti másfél vagy két generáció. Nem az ilyen hókusz-pókuszra fog eldőlni a dolog, abban, hogy hány orvos lesz, hány mérnök lesz, hány főleg vállalkozó lesz, hány tanár lesz, hány rendőrtiszt lesz, hány katonatiszt lesz, tehát hogy... És ha ugyanolyan magát értedő lesz a televízióban, hogy minden sorozatban, ugye egy rendőr, és az manapság amerikai filmben kizárólag egy fekete, egy fehér, tehát az ilyen... Hogyha ezek a dolgok megtörténnek, akkor nem az, hogy megoldod a probléma, mert az unalmas lenne megoldódna, hanem hogy más szinten van már réges-régen.
Én nem is, hogy egy csoda ember meg tud valamit változtatni, még ha akarna se. Iszonyú nyomásnak ez kitéve az ember. Lehet, hogy a világ legerkölcsösebb embere. Maximum egy szimbólum lesz, ami mellett mutogatna, nyugatnak, hogy látsátok, nálunk még ez is van. Nem hat meg külságosan. Én változott azt mondom, hogy az iskolarendszer, az óvodák, tehát ez a teljes ciklusban való képzés, hát óvónő képzőt és pedagógus képzőt és szemináriót, ezt mondja. Még Székely János nem is tudta, hogy a püspök lesz, mikor én elmondtam Telnyácsavának Hommában, hogy tessék szíves lenni kinevezni egy hova püspököt. Az világos volt, hogy itt is fönnáll a három generációs idő, nem lesz első generációban, mert nem volt jelölt rá, de hát én azt gondolom, hogy megtörtént a csoda, hogy egy dél-amerikai és ráadásul jezsuita lett a pápa, miért ne lehetne Magyarország bíborosa az ebben a 30-40 éves rövid távon a jezsuitáknál, én teszem azt egy hova. Miért ne? Tóth volt már, német volt már, most akkor jelenleg igaz, nem nyilatkozom, de úgyhogy nagyon nagy gondolat vagyunk ez a téren. Itt a hallgatóság közül látom két kezet. Időm az elég kevés. Én azt szeretném kérni, itt láttam két kezet, elnézést. Elsőnek értezem. Igen, láttam azt. Viktor, ugye? Viktor, ott van egy kéz, és volt még itt egy kéz. Akkor Viktor, az úriember, és itt elől ön lesz a harmadik, jó? Utolsó napon marad rám idő. Tessék? Utolsó napon marad rám idő. Jó, jó, jó. Szeretettel szóval, és mindenki Kólya Viktor vagyok a Szent Ignác Szakolégiumból, a jezsuiták másik szakolégiumából, és István az egyik beszélgetés közepén az egyik kérdéshez kapcsolódni, ahol azt kérdezted, hogy vajon honnan kellene elindulnia ennek a változásnak, és akik a főszereplők ebben. És hát én nagyon sokszor tettem a hasonló kérdést és az analógiát használva. Azt mondom, hogy annak, aki felismeri, hogy változtatni kell, akiben ez a meghívás ez így gyökeret ver. És jellemző, hogy a jezsuiták egy ilyen ügyet, mint a roma kérdés, felkaroltak, és keresztény misszióként viszik, ahol a keresztény misszió a fölsúlya és gondolatiságot hordozza, és a fölsúlya számomra nagyon izgalmas, hogy nem is elsősorban az íz adását jelenti, hanem az, hogy szomjúságot okoz. És azon a kérdésem az előadókhoz, hogy egy-egy példát, egy eszköztárat, hogyha tudnának nekünk sorolni, hogy hogyan tudunk mi egymásnak szomjúságot okozni abban, legyünk romák vagy nem romák, hogy ezt a kérdést fontosnak és napirenden lényűen érezzük. Egy mondatot hagyj mondjuk erre. Én nagyon fontosnak gondolom azt, ami szakkollégium ügyben történik. Ez most nem azért, hogy udvariaskodjak, de hogyha az elmúlt 2-3 évben valaminek volt értelme mondjuk ebben az úgynevezett roma ügyben, akkor ez. Mert ha nagyon cinikus akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy a romák iskoláztatása érdekében akár meg az ördöggel is össze kell fogni, hát még az Istennel. Úgyhogy tehát ezt bármit meg kell tenni. Menjük a naptár. Tényleg az évkönyv vendégült hozzá. Bármit meg kell tenni ebben az ügyben. De azt gondolom, ez az első lépés, és azt kérdezte, hogy mi lehet a következő lépés. Mert nagyon fontos, hogy a jezsuiták azt mondták, meg vannak más felekezetek, és azt mondták persze, hogy és voltam, mindenütt meghívtak, szinte az összes roma szakkollégiumban voltam, tartottam vagy kurzust, vagy előadást, vagy bármi más, mert kíváncsiak voltak, az én jóságomnak is jól esett, de hogy akarták azt, hogy én erről beszéljek valamit. A következő lépés majd az lesz valamikor, amikor nem a roma szakkollégiumok hívnak meg kurzust tartani, hanem a nem roma szakkollégiumok, hogy szeretnének a romákról hallani sokat, mert gondolkodó értelmiségieket képeznek, és hogy hát hogy az jó, hogy ők ott vannak, de hát, hogy mi is akarunk ebből valamit tudni, ha már így van. Az lesz majd a következő lépés. A harmadikat azt nem is mondom, azt még meg lesz. Majd legközelebb. Vilmos, legyen szíves. Kozár Vilmos vagyok, a HGM Business Leaders Forumot képviselem. Ez egy versenyszférában érdekelt igazán civil szerveződés, és ennek ők az egyik önkéntese, és hetedik éve egy Romaster nevű programot vezetünk, aminek az elsődleges célja a roma értelmiségi
esélyeknek a növelése. Középiskolás fiatalokat az érettségi közelében segítünk ahhoz hozzá, hogy bejussanak felsőoktatási intézményekbe, majd azokat megnyitjuk, vagy el is végezzék. 7 éve pillanatnyilag 60 fiatal úgymond támogatunk, illetve támogatnak azok a cégek, amelyek találataink. Itt most nem reklám helyezik, nem is mondok neveket, de a legnagyobb vállalatokon túlmenőleg középvállalatok, nemzetközi, magyar, egyének, stb. Ez 26 céget és támogatót jelent. Tehát egy bizonyos értelemben a római értelmiséget mi kiemelt fontosságúnak tartjuk, és meghatározó nagykövete legyen ez a rövid és bővülő réteg, remélhetőleg a tanuláson keresztüli érvényesülés és a munka világába való beilleszkedés révén. A néhány mondat, három nagyot rövid reflexió, amit itt hallottunk. Egyrészt az analógia kérdése, amerikai analógia. Én azt mondom, hogy van itt más világbeli analógia is, nagyon sok analógiát lehet felállítani. Én magam a maoriknak a beilleszkedését és a maori új-zélandi társadalomhoz való hát nem azt mondom integráció, hanem szoros kulturális együttélés. Olyan mértékben vette át az ausztrál, illetve a új-zélandi kultúra, a maori kultúrát, anélkül, hogy ebben különböző erős kényszerek alakultak volna ki, hogy az elképesztő. Tehát ott az emberek minden napjaiban a maori, az mondjuk nem úgy volt 30 előtt, de van már egészen másképp jelenik meg. De ugyanez Ausztráliában is, az ausztrál társadalom végigment azon, hogy az aborigineknek a gyerekeit, azt 40-50 évvel ezelőtt még egy abszolút elkülönített táborba mondhatnám, hogy megtizedelve tartották, hogy azok egészen más módon most már felismerjék azt, hogy egy olyan természetes szükségszerűség ez a közösség, és ezt a természetességet kellene itt mindannyiunkban, akik nem születésüknél fogva cigányok magunkban hordozni, és ennek a terjesztése lenne nagyon fontos. A másik a média szerepe, itt a biztos úrral már a szünetben beszéltünk, igenis meghatározó szerepe van a médiának. Már ha megnézitek a CNN-t, a BBC-t, a nem tudom, az ARD-t, teljesen mindegy, ott mindenütt megjelennek minimum 50-60%-ban afroamerikai, pakisztáni és török arcok, akik pontosan azt az üzenetet közvetítik, hogy ők abszolút részei, és most már számszerűsítve is azok, együttélésünk egyszerűen megállíthatatlan, és nincs más jövőnk, mint az, hogy befogadjuk őket. A harmadik pedig viszont egy másik élményem, nem tudom, minek mondom. Amikor Pála Ilónak 4 évvel ezelőtt írtam egy levelet, hogy a német kamarával együtt mi szeretnénk egy konferenciát tartani Roma Meets Business réven. Tehát azt mondjuk, hogy a roma vezetők találkoznak közvetlenül az üzleti élet vezetőivel, és mondják meg egymásnak, hogy ki mit tud adni a másiknak, és mit kíván a másiktól. Akkor Pála Iló azt írta nekünk egy levélben, egy nagyon diplomatikus és jogilag is, és emberileg abszolút érthető válaszba, amit egyébként Szabó Márti közvetítésével jutottunk el, hogy kértük azt, hogy adjon nekünk egy tippet arra, hogy kik lennének azok a mérsékelt, képviselt alkalmas roma vezetők, akik a munka világába is bele tudják magukat képzelni, és jó partnerek lehetnének. És őre azt írta nekünk, hogy hát sajnos nem tud adni ilyen neveket, azokat is megértettük, mert akkor azokat, akiket nem ad meg, azok esetben megsértődtek volna. De tehát itt nagyon fontos az összefogás, nagyon fontos az a cigányságon belüli, hogy mondjam, etikai minimum, képviseletképességi minimumnak a megteremtése, annak az erőnek, a biztonságnak és méltóságnak a megteremtése, ami partnerré teszi ezt a közösséget olyan közegben is, ahol pedig ő keményen a számok számítanak, és ez pedig a munkai teremtés. Köszönöm. Bodanovics úr. Ebben a körben, legalábbis a romák körében nagyon ismert Sólya Miklós görög katolikus parókusnak a neve. Őről azt hallottam, hogy az volt a sikerének a titka, hogy konstatálta, hogy sok roma van abban a településen, ahol ő működik. Neki egy külön templomot épített, egy külön roma templomi közösséget hozott létre. A faluban volt egy görög katolikus templom is, és amikor már ez egy erős roma közösség volt a templom körül, akkor teresztett őket össze. Erről kérdezem, hogy erről neked mi a véleményed? Láttam egy olyat vidéken, most nem mondom, hogy hol, ahol szintén egy egyházi ember felkarolta ezt a roma ügyet, és építettek egy vadonatúj óvodát. Olyan gyönyörű óvoda volt ez,
amilyet én még Pesten sem nagyon láttam, tényleg ilyen legszebb. És a nem romák inkább építettek maguknak egy másik óvodát, hogy ne oda hordják a gyerekeiket. És akkor megkérdeztem tőle, hogy nem luxus-e ennyit belefetszelni, ennyi pénzt ebben, hogy most a romák ilyen jó körülmények között legyenek. Nem szül-e szerinte nagyobb ellenérzéseket a többség szemében, és azt mondta, hogy kétféle módon lehet az egyháznak is foglalkozni a romákkal. Az egyik az, amikor elkezdünk mi is azt mondani, hogy hát nagyon sajnálunk benneteket, és hát olyan szegények vagytok, hogy mi is ilyen szegények leszünk veletek együtt, és akkor legyünk együtt szegények, és szenvedjünk együtt, ez az egyik megoldás. Másik pedig az, hogy megmutatjuk nekünk, hogy mi az a nagyon jó, ahova el lehet majd jutni, és oda vigyünk be benneteket, hogy ismerjétek meg azt, hogy hogyan, mi az a jó nektek. És nagyon fontosnak gondolta azt is, hogy ne csak takarítónőként lássanak roma felnőtteket a gyerekek az óvodában, hanem óvónőként is, és szerződtetett olyan roma embereket, akik óvónőként dolgoztak. Tehát mi ebből a tanulság? Hát semmi, csak annyi legfeljebb, csak legfeljebb annyi, hogy el kell jönni annak az időnek, és csak akkor veszik komolyan a romákat, hogyha saját maguk is megérnek arra, hogy megfelelő módon tudják képviselni az érdekeiket, és a többségnek, akik itt ülnek, meg máshol is ülnek, rendkívül nagy szerepe van ezeknek az együttműködő, segítő embereknek abban, hogy a roma közösségek erre alkalmassá váljanak. És hogy ne hagyjuk, hogy a gyerekek ott a rossz minőségű oktatásban felnőve ugyanúgy a munkaerőpiacra belépni képtelen emberek sorát szaporítsák. És ezt azoknak kell megakadályozni jelen pillanatban, nem a romáknak, mert a romáknak nincs olyan befolyása jelenleg Magyarországon, hanem azoknak, akiknek van befolyása erre, hogy ne engedjék akkor sem még, hogyha ez az egyszerűbb, és ez tűnik olcsóbbnak rövid távon, 4 éves ciklusokban számolva. De a jezsuita rövid táv szerint nem mindegy, hogy 20-30-40 év múlva akkor ugyanilyen munkaerőpiacra belépni képtelen, állami segítségre szoruló emberek tömkelegére fogunk találkozni, vagy olyanokkal, akik egy erős középosztályt alkotnak és adót fizetnek Magyarországon. És a szimpatizásoknak kell ezt segíteni, mert a romák jelenleg ezt nem tudják befolyásolni ilyen módon a politikai döntéshozást. Azoknak kell, akik ezt tudják. Köszönöm. És mi itt a hölgy a harmadik sorban. Nagyon köszönöm, Bancsóval, hogy a kultúra-gazdaságtani szekciót képviselem egyelőre a Fondi-Szegyetemet. Társadalom erről. Én szeretném a párhuzamot, hogy fölvinni a figyelmet, ami a jezsuita derű és a roma derű életét. Én ezt érzékelem gyerekkoromtól, és ebben hiszek. Erre könnyen ráfűzhetem azt a gondolatot, amit kis úrítunktól is hallottunk. Tehát, hogy a büszkeség, az öntudatra ébredés, az önkifejező készség és a különböző formái, azok elevenen alkossák a közösségek életérzését, jövőképét és így tovább. Ezt szerettem volna üdvözölni. A másik, hogy érdeklődöm önöktől, hogy önök látják-e együtt az azonosság és a különbözőség kérdését, együtt látják el. És ha igen, akkor az elvezethet-e Magyarország esetében egyfajta megoldáshoz ebben a kérdéskörben, ami a kulturális örökséget illeti, kb. 2%-ban lehetséges, hogy esélyünk lehet arra, hogy örökünk olyan tulajdonságokat, amelyek például az indiai származásnak a tudását illeti, erről volt szó. Ami pedig az úr kérdését illeti, a felismerés együtt jár, kéz a kézben járhat a felhatalmazottsággal, amire kis ma is utal. Ezt a párosságot, ezt a társkapcsolatot érdemes nagyon kiemelni, és valahogy innen elindulni, tehát hogy az, hogy a felismerés az nem egy idegen dolog, hanem egy önmagát érzékelő érzés, helyzetet érzékelő érzés, és ha ezt segíti, elismeri az a felhatalmazási szándék, ami a többség részről érkezik, akkor ennek is meg lehet az eredménye.
Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Utolsó dolgot kérek a beszélgető partnereimtől, legyenek szívesek beírni a könyvünkbe. Látom, Marci megtette, köszönöm szépen. Erről tulajdonképpen ezt kérni. Köszönöm szépen, és így ilyen korábban ismertettem a következő működést.